A kiállítás megnyitót a Rozgonyi úti általános iskola népdalosai színesítették. A tárlatot Pápa Erzsébet ajánlotta a megjelentek figyelmébe. Tisztelem Isten adta tehetségét, kitartását és munkásságát. Ifjú korától kezdve érdekelte a képzőművészet, különösen a szobrászat, azon belül az arcok ábrázolása, és mindig arra vágyott, hogy alkothasson. Vörös Népázmendi Ibolya fiatalkori álma volt, hogy szobrász legyen. Annak idején Bálics Kálmán karolta fel és vezette be a képzőművészet rejtelmeibe, de egy teljesen más technika használatával. A rajzolás és az agyagozás iránti vágya végigkísérte az életét, de igazán csak a közelmúltban teljesedhetett ki. Az történt, hogy egyszer hallottam, hogy a Ludwig Zoltánék Kendli Majorba amatőröknek, illetve kezdőknek is indítanak tanfolyamokat, és ő náluk sikerült egy hétvégén részt venni egy ilyen kurzuson, és ott tanultam meg azt, hogy hogyan lehet sodrófával végül is kinyújtani az agyagot, meg hogy lehet ilyen kis figurákat készíteni. Ez körülbelül olyan 5-6 éve volt, és azóta hát nagyon kevés időm van, úgyhogy inkább éjszaka meg este, amikor időm engedi, akkor ez engem nagyon kikapcsol és nagyon magával ragad. A földangyalokat bárki megcsodálhatja december 21-éig a Hevesi Sándor Művelődési Központban.